Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Labdarúgó csapatunk az elmúlt héten kétszer is pályára lépett, és mindkét alkalommal győztesen hagyta le játékteret. Férfi kosarasaink is kétszer játszottak, ám ők mindkét alkalommal vereséget könyvelhettek el. Győzött a Kecskeméti futszál csapat a régi Mumus a Szorgól Aramis ellen. Röplabdásaink simán verték a Deacot az első mérkőzésen. Stúdiónk mai vendége Kertész Zoltán lesz az esti Írőség elnöke. Ebben az idényben többször is pontot rabolt tőlünk az Aramis futszál csapata, hétfőn Mányáig törlesztettek. Az Alsóház 7. fordulójában itthon az Aramis fogadta a Kecskeméti Szorgól, azt a csapatot, amely ebben a szezonban többször is pontot rabolt tőlünk. Bíró 5 sárgály miatt nem volt a keretben, Riszt is viszont felépült és vállalta a játékot. A kezdés után a hazaiak voltak fölényben egészen a 7. percig, amikor is Rigót a játékvezetők kiállították. A zöldmezesek rögtön lábra kaptak, ritmus váltottak, eltalálták a kapufánkat, de a gólt Riszt is lőtte. A kezdés után az Aramis egyenlített és megint a játék lassításával próbálkozott. A Kecskeméti hadnagy gólja után újra felpörögtek és egyenlítettek. A szünet után Mánya a vezetéshez juttatta a mieinket, de jött Büki, és 3-3 volt ekkor az eredmény. A Kecskemét tovább űzte hajtotta a visszahúzódó ellenfelét, és két gólt is berámolt nyerges kapujába. 5 támadóra váltott az Aramis, sőt hadnagy kiállítás után lőttek egy gólt, de ez már nem változtatott az eredményen. Tudtuk, hogy egy kiki meccsre jövünk ide. A kecskeméti csapat nagyon jó erőket képvisel. Sajnos mi a mai meccsre egy kicsit kevesebben jöttünk. Ezért az volt a taktikáink, hogy visszaállunk félpályára, engedjük a Kecskemétet, hogy játszanak, és abból esetleg kontrákkal meglepni őket. Többször megtréfáltatok bennünket, az, hogy az Alsóházban vagyunk, az igazából nektek köszönhetjük. Tehát volt mit törlesztenünk. Igen, hát ugye az utolsó meccsen ugye egymás ellen játszottunk, és ugye ott még mindkét a csapatnak ugye megvolt az esélye, hogy felsőházba kerüljön. Hát így utólag visszagondolva már lehet, hogy jobb lett volna ott, ha más eredmény alakul, de így alakult az Alsóház, szerettük volna, és még mindig célunk, hogy esetleg megnyerjük az Alsóházat. Matematikai esélyünk meg van rá, de a biztos bemaradás a cél. Nem sok van vissza hátra az alsóházi mérkőzésekből. Mit tippelsz, mit satszolsz? Tippelni nem szeretnék, nekünk mind a két meccsünket meg kell nyerni, ez a cél, és akkor a biztos bemaradás megvan nekünk, és ennyi. Gratulálok, mindenképpen nem volt könnyű mérkőzés, azt láttuk, hogy a Kecskemét megpróbált presszionálni, és aztán kontrákból próbált építkezni az Aramis. Igen, valóban egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt. Megpróbáltunk egy kicsit a taktikánkon változtatni az előző mérkőzéshez képest. Nem jöttünk ki annyira mélyen pressingelni, hanem vártunk az Aramisra. Gyakorlatilag az történt, amire számítottunk. Sajnos nagyon-nagyon buta hibákból kaptuk a gólokat, és mindig rossz pillanatban, de aztán végül sikerült a lehetőségünkből sokat gólra váltani, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Ugye ennek a mérkőzésnek már vége van, a következő meccs a koncentráljuk a Térfese ellen. Kicsit nehezebb lesz, mert elveszítettünk megint egy játékost, aki eltiltott lesz Hadnagy Isti személyében. 3 forduló van még hátra, május 2-án TFS-e Kecskemét, május 16-án Kecskemét Kistarcsa, és május 23-án Nyírgyulaj Kecskemét találkozót rendeznek. A bajnokság 34. fordulójában a feljutásra és aspiráló Szeged volt a miénk ellenfele a Széktói stadionban. A kecskemétek imponáló játékkal magabiztos, gólzáporos győzelmet arattak. Televíziós mérkőzésen a feljutásra is esélyes Szeged volt a KTH Hubbau 34. fordulóbeli ellenfele. 1800 néző előtt a szokásos erőfelmérő mezőnyjátékkal telt el az első 15-20 perc. A 22. percben nagyot hibáztak a szegedi védők és Molnár kapus, Hadoró meg ott volt jó helyen jó időben, és fejjel megszerezte a KTH vezető gólját. Rá 5 perccel 11-essel tovább növelte előnyét a lila-fehér gárda. A Kecskemét nem állt le, és a 30. percben Lukás labdáját Tóth fejelte a jobb alsóba. 3-0 után a Szeged szépítetett volna büntetőből, de Varga túljárt Csobot eszén. A fordulás után Tóth Buna labdáját passzolta be, és ez már a 4. kecskeméti gól volt. A 66. percben Gajdost is elveszítette a Szeged, és így már esélyük sem volt a fordításra. Elég nagy fricskát kaptunk tőlük Szegeden, úgyhogy tudjuk nagyon jó, hogy nagyon jó csapatról beszélünk, és még élénken él az emlékezetemben az a Diósgyőri mérkőzés, amikor 5-0-ra nyertek idegenbe.
úgyhogy elég sokat elemeztük azt a mérkőzést is, nyilván készültünk az ellenfelünkből, egész hetünk meg volt erre, így tudjuk nagyon jó, hogy nem az utolsó két mérkőzés a valós teljesítményük, hanem az addigi 31 forduló. Igazság szerint tudjuk, hogy nagyjából mit játszik a Kecskemét, felkészültünk, tudjuk, hogy mivel lehetünk eredményesek, próbáljuk ezt a játékot játszani majd. Az NB2-ben minden mérkőzés elég szoros, apró különbségek döntenek, ez néha mi javunkra sikerül, sajnos az elmúlt két mérkőzés nem így alakult, de nem történt semmi különös, az öltözőben ugyanúgy jó a hangulat, dolgoztak keményen a srácok, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Négy fordulóval vége előtt, második a Kecskemét 65 pontjával. A Kecskemét idegenben nyert Dorogon 3-0-ra, a DVTK viszont kikapott, így a Kecskemét második helyen áll a tabellán, méghozzá úgy, hogy 3 ponttal megelőzi a DVTK-t. A Vasas az első, erről már később fogunk beszélgetni. Köszöntöm stúdió mai vendégét, az ST Írósép elnökét, Kertész Zoltánt. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm. Hát akkor légy szíves, kommentáld egy picikét. A DVTK megint botlott, szinte föl kínálja nekünk a lehetőséget. Hát én nagyon örülök neki. Megmondom őszintén, a pár héttel ezelőtti történtek, ami engem erkölcsileg egy kicsit zavart meg szerintem az egész magyar futballt, ez visszaüt. Tehát a jó Isten azért az úgy rendezheti a dolgokat. Van egy jó csapatunk szerencsére, ott a szerencse is mellénk állt néha egy-egy meccsen, vagy az utolsó percekben tudtuk fordítani, de egy nagyon jó gólra törő játékunk van. Én mindenképpen szurkolok, és azt szeretném, ha följutna a csapat újra az NB1-be. A Vasas a biztos feljutó, és mondhatjuk azt, hogy 3 volt Kecskemét a Vasast erősíti. Hát igen, ez nagy büszkeségünk. Az egyik az csak félig, a Vida Máté, mert ő Soltvadkerti kisfiú volt, de nálunk futballozott, és mikor Göteborgban is a legjobb eredményt elértük, a csapatunk tagja volt, tehát sokat volt velünk túrákon, külföldi túrákon, tehát egy kicsit a mi gyerekünk is. De a Terve és a Szalai Józsi, az mind a kettő a csapatnak tagja, igaz, hogy még csak cserék néha, de azért már játszanak, úgyhogy mind a kettőnek nagyon sok sikert kívánunk. Visszatérve a kecskeméti csapatnak a teljesítményét mérlegelve és mérlegre téve, azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig, és talán még most is azt mondják, hogy meglepetés csapat. Én szerintem jó lenne már erről leszállni és elmondani azt, hogy itt egy munka van, amely nem a meglepetésből táplálkodik leginkább. Hát persze, eleve az edző személye az nekem egy szent, mert én nagyon picikora óta, vagy edzői pályafutása szempontjából kicsi kezdő edzőként is ismertem a jelenlegi edzőt, az István. A fiam nála volt, tehát vagy 6 évig ott focizott, tehát úgy mélyebb kapcsolatom is, hogy szurkolok neki. Eddigi teljesítménye mindenütt sikeres volt, néha amikor túl sikeres volt, leváltották. Úgyhogy bízom benne, hogy most nagyon sikeres, de nem fogják leváltani, mert egy ilyen edző kell, aki tényleg nagyon felkészült, és támadó futballt próbálunk játszani. Szerencsére sok gólt is rúgunk. Ha feljutunk, nincs pályánk. Hát én megmondom, az is akarom minden áron, hogy feljussunk, mert azért nem lesz azért egyszerű az utolsó párforduló, de én úgy gondolom, hogy a Diósgyőrön nagyobb a nyomás, tehát ez talán nekünk segít. És mindenképpen az a jó, ha feljutunk az NB1-be, mert talán egy kicsit kikényszeríti, hogy megépüljön a kecskeméti stadion. Gondolom ez egy alap dolog, mert most úgy hallom, hogy ez arra nem alkalmas, úgyhogy el kell költözni egy évre valahova. Bízom benne, kihúzzuk addig, hogy bemaradjunk az NB1-be, és talán egy stadion is felépül. Én semmiképpen nem lennék amellett, hogy elköltözünk valahová, mert végre kialakulna egy szurkolótábor, ne rángassuk már őket, szegényeket. Hát de ezt nem mi döntjük el, bízunk benne. Hol játszok a bajnokságot? Hát én ilyeneket hallok, hogy Szegeden, mert ott a végül is most egy csodálatos stadion van, tényleg oda azért 50 perc alatt oda lehet érni. Hát gondolom a Tiszakécske is alkalmas rá, az sincs olyan messze. Hát ami még közel van, a Honvéd pálya, az is vadonatúj. Nekünk nagyon sok gyerekünk, aki nálunk volt pici, az ott játszik, tehát azért is ajánlottam a nagyobb tehetségeknek, hogy ha nem a Kecskeméti akadályára akartak menni, hogy a Kispest felé húzódjanak, mert ott is 40-50 perc alatt, mert az Ecseri mögött van az utánpótlás bázis, tehát közel van. Mindegy, jussunk föl és maradjunk annyival, hogy kapjunk az MLS-től egy kis engedmény, hogy egy vagy két éven belül építsük meg azt, amire szüksége van egyáltalán a csapatnak, stadionnak. Hát így legyen. Na, hétvégén nem akármilyen rendezvényt tartottatok, szinte mindent egy kalap alá véve, sok-sok ünnepséget egy szezonban hát igen, most egy ilyen szerencsés összeesés volt, hogy május 1-e anyák napja egy napra esett,
A május 1-én nekünk azért ünnep, mert akkor alakult 94-ben a klubunk, a akkori ügyvéd barátom akkor csináltam, vagy készítette el az okmányokat, gondolom egy jó virsli, sör után volt kedve még ehhez. És akkor ezért mindig május 1-én, mivel munkaszüneti nap, tartunk is egy ilyen kis családi napot, ahol az összes korosztályunk a szülőkkel együtt, és minden korosztály egy bográcsba valami ételt főz, és akkor mi is szoktunk a felnőttek, az régi öreg futballisták, akikkel már csak lábteniszezni szoktunk, valamit készíteni, és most egy karcagi, eredeti hungarikum birkapörkölt készült. Ennek is megvan a maga magyarázata, hogy miért karcagi készült? Hát azért, mert az alapítók között és egy csapatnak a kapusa a legfontosabb, Kós Károly, aki itt a futszának is az atya volt, most bízunk benne, még lesz ezután is, ő karcagi, és egy barátja, egy ilyen mesterszakács látogatott meg, és mi meg biztosítottuk az alapanyagot. A keskeméti híresség mindig nevezetes volt arra, hogy családos hangulatot próbál teremteni, és ezt meg is tudja csinálni. A csapatban a szekere most nem úgy megy, ahogy ez idáig ezt megszoktuk. Mit lehet ezután mondani? Hát el kellett valahogy indulnunk. Mikor elindultunk 6 évvel ezelőtt, akkor egy ilyen rutinos, régi jó focistákból álló csapattal a Megye 3-ból följutottunk egyből. A Megye 2-be is ezt az utat jártuk egy ideig. És akkor egy 2-3 évvel ezelőtt történt az egyesületen belül is egy elég nagy váltás, több idősebb edző elment, sajnos a Hályás Sanyi a Mennyekbe távozott, úgyhogy egy teljesen fiatal gárdával, a Kitli Zoli vezető edző irányításával működik a klub, és a felnőtt csapatot is ebbe az irányba vittük, hogy akkor 35-40 között volt az átlag életkor, most meg 22. Na most ennek az a nehézsége azért, hogy a rutin azért hiányzik, tehát sok szoros meccsünk van, csak az mindig pont a másik ellenférünk még egy gólt a 85. percbe. Úgyhogy most a 6. helyen állunk, amit már nem is igazán tud változni. Hőjebb meg lefele se szeretnénk lépni, tehát valószínűleg ebbe az idényben a Megye 2 északi csoport 6. helyét tudjuk megszerezni. Amikor nagyon-nagyon jó ment a játék az öreg rókákkal, akkor én beszélgettem rá, és azt mondtad, hogy van egy bizonyos vonal, ami fölé nem fogunk menni, szeretnénk ezt a légkört megtartani. Hát most is így vagyunk. Tehát mi egy nagyon jó környezetben vagyunk, van egy megye másodosztályú felnőtt csapatunk, most egy megye 3-as csapatunk is volt ebben az idényben, mert idősebbek akartak focizni még, van egy ifi csapatunk. Én nem tervezem, hogy följebb menjünk. Ebben a városban most egyrészt van egy nagy csapat, a KTE, és most a KEC, a megye 1-es csapata, körülbelül azokat a játékosokat el is viszi, akik erre alkalmasak. Tehát én azért úgy hiszem, hogyha most itt konkurálnánk, az nem tenne jót egyiknek se, lenne ki egy egyes csapat. Tehát ennek nincs értelme. Inkább itt most bízom benne a mostani Megye 2-es csapatom, nem rossz gyerekek játéktudásba se. Ha egybe tudunk maradni, biztos előrelépünk a dobogóra a jövő évbe. Folyamatosan építkeztek, most is volt átadás ezen az ünnepségen. Hát igen, már most a vége felé járunk be, betelik a hely, ha nem kapunk a várostól újabb területeket ott a környékbe. Hát még a konténer öltöző mögött volt direkt egy elhagyott terület, vagy meghagyott terület, hogy ott egyszer egy ilyen sátras jellegű sportcsarnokot építsünk. Ezt meg is pályáztuk a Magyar Labdarúgó Szövetségnél a TAO-n keresztül, de a sátras részére nem kaptunk még támogatást. De az alépítményt azt úgy elkészítettük, hogy arra föl tud jönni egy ilyen graboplának van ilyen szerkezete, egy acélszerkezet, oldal, hőszigetelt panelekkal mindent, tehát hogy a téli játékot át tudjuk vészelni, meg mondjuk egy ilyen 100 fős kis lelátót össze lehet aláhozni, mert azért nem sok hely van, de viszont egy 20x40-es, teljesen szabályos, palánkos, műanyagborítású pályát sikerült megvalósítanunk, amin elsősorban az óvi foci, vagy a kicsi gyerekeknek a fociján, hogy sokkal jobban tudják ott terelgetni a labdát, jobban meg lehet a 4-5 éves gyereket tanítani, mint a fűbe, mert a fű azért göröngyös, meg nem annyira jó. Tehát ez az első rangú szempont. Amellett futszára, teljesen első osztályú futszálpálya mérete van, kézilabdapálya, fő vannak ezek festve, tehát lehet akár most
például a műkertbe, sajnos a pandai miatt főmerült, mikor teremben nem lehetett tornázni, akkor a kézilabdások is kijöttek a műfűben kézizni, hát most még ezen még jobban lehet majd, jobban ki tudjuk használni, és hát az idősebbeknek meg főfestettünk, meg bízom benne, hogy elindulhat, akár biztattam a fiatalokat is, egy lábteniszpálya, egy teljesen európai szövetség méretei szerint egy teljesen szabályos lábteniszpálya. Aki már járt a műkertben, remélem, hogy sokan látogatják, az láthatta, hogy rátok érdemes elvarult területet bízni, mert csodát tudtok varázsolni. Hát igen. Hát megmondom őszintén, nagyon jó, együtt vagyunk. Dr. Kisiász Gyula ott a főnök. Én megpróbálom az egyesületen és a kapcsolaton keresztül a fejlesztéseket megszerezni. A Magyar Labdarúgó Szövetséget mindenképpen emeljük ki, nem csak az országosat, hanem a megyeit. Most is a megnyitón a Losonczy Laci barátom, érted, egy természetesen ott volt, és ő mindenbe támogatja az ottani fejlesztéseket, azért is érhettük ezt el. Köszönöm szépen beszélgetést, jó ilyen dolgokról hallani. Köszönöm én is. A lepattanók szedésében a Szeged jeleskedett, és ez megpecsételte a kecskemétiek sorsát. A találkozó 86-71-es hazai győzelemmel zárult. A középházban második Kecskemét a Szegednél vendégeskedett a szerdai 5. fordulóban. Legutóbb 87-80-ra nyert a Kecskemét a messziben, ám hazai pályán, látottak alapján a vendéglátók voltak az esélyesebbek. Az első felvonásban a szegedi Cook volt tarthatatlan, aki mellé Davis is felzárkózott. Nálunk működött a csapatmunka és a pontok elosztottak a pályán lévők között. A 22-21-re jött egy 19-16, ami 41-37-es félidei zárás hozott, azaz nem dőlt el semmi. A szünet után 8-0-ban nyitott a Szeged, időt is kért Forrai Gábor, majd Klobuchar és Dramisanyi pontjaival megint lőtávolba kerültünk. Az utolsó 10 percet Polárdék kezdték jobban, és a mínusz 13-ból mínusz 5 lett. Forrai Gábor időt kérde, Davis ezt sem tudta kizökkenteni játékritmusából, 25 pontig meg sem állt, és ezzel eldöntötte a találkozó sorsát. A középházban az utolsó hazai mérkőzésen a kecskemétiek ellenfele az oroszlány volt. A szlovák és szlovén válogatott játékossal megerősített oroszlány csak nem végig vezetve megnyerte a találkozót. A középház 7. fordulójában az MVM Ose Lions fogadta Forrai Gábor legénysége. A győzelem volt a cél, mert az már számogatás nélküli 8-ba kerülés jelentetett volna. Borzasztóan kezdtünk, és rögtön 12 pontos hátrányba kerültünk. Szívós munkával visszajöttünk, és 18-22-re mentettük az első 10 percet. A második 10 perc már rólunk szólt. Polárd és Dramisanyi ponterős játékával a hátrányból előny kovácsoltunk. A harmadik negyedben az oroszlány Ichring vezérletével ismét átvette a vezetést. 55-60-nal fordultunk a záró negyedre, Bláz Mesicek negyedére. A szlovén válogatott játékos három pontosaira nem tudtunk válaszolni, Zitzer és extra dobásai lelkileg is megtörtek bennünket. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, fontos győzelmet arattunk, Polárból készültünk, de igazából nem tudtuk tartani. A végén szerencsénk is volt, de ezért igazán megdolgoztunk. Ezzel a győzelemmel nyíltá tettük a feljutás kérdését. Szeretnék gratulálni az oroszlányinak, a csapatoknak és a szurkolóknak is. Hát, ugye nehéz ilyenkor okosat mondani. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ugye a Mesicseknek dobott ugye a végjátékba gyakorlatilag 4 triplát, közt egy 10 méteres tábláról, ugye nem tudott vele mit csinálni, ezt bedobta, de vannak ilyen napok. Az utolsó dobás is igazából nem tudom elmarasztani a játékosaimat, mert azt gondolom, hogyha valaki ezt be tudja dobni, annak gratulálni kell, mert nem az volt, hogy tiszta, üres helyzetbe dobta be. Ettől függetlenül a mérkőzést nem azzal az energia szinttel, illetve azzal az intenzitással kezdtük el, mint ahogy azt szerettük volna. Ott az Ose villámrajtot vett, utána visszajöttünk ugyan a mérkőzésbe, de azt gondolom, hogy ott ők egy kicsit ugye önbizalmat meg ritmus szereztek. És utána végig egy kiki meccs volt, fej-fej mellett haradtunk, néha mi mentünk egy pár ponttal, néha az oroszlány, úgyhogy igazából ők is megérdemelték természetesen a győzelmet, mi is megérdemeltük volna, de ilyen a sport, ugye kosárlabdában nem lehet két győztes, döntetlen se. Úgyhogy ez az oroszlány volt, azt gondolom, hogy a szerencsésebb csapat nyert, de mindenképpen sokat tettek érte ők is.
mindegy, hát most nincs ezen mit bánkozni, ugye az utóbbi ilyen mérkőzéseket mi nyertük meg, valahol a sors egyébként ez mindig kiegyenlítődik, tehát nem lehet mindig egy ponttal meg kettővel nyerni, de néha ez a vereség is benne van a sportban, kedden lesz egy nehéz mérkőzésünk Debrecenben. Most olyan érdekes a csoport egyébként, hogy ugye, ha jól tudom az eredményeket, mindenkinek 16 pontja van, a Debrecennek van ugye 13, úgyhogy még teljesen nyitva áll az ajtó, úgyhogy van két mérkőzésünk hátra, és ott el kell dönteni, nem lehet jósolni, mert bárki bárkit megverhet, mint ahogy ez bebizonyosodott ma is. Úgyhogy azt gondolom, hogy most fő hangsúly a regeneráció lesz, és fölkészülünk a következő mérkőzésre, ahol szeretnénk nyerni. A Szeged megverte a Kaposvárt, így 4 csapatnak van 16 pontja, és csak 3 lehet a feljutó. A Kecskemét május 3-án Debrecenhez, május 7-én a Kaposvárhoz utazik. Kötelező a két győzelem, és akkor sem biztos még a feljutás. Férfi röplabdásaink a Dunafel legyőzése után a Deac-szal kerültek szembe. A 3 győzelemig tartó párharc első mérkőzésen a Kecskemét 60 percnyi játék után simán 3-0-ra nyert. Már a csapatok bemutatásakor kiderült, hogy ez a Deac keret foghíjas, messze nem olyan erős, amikor 3-2-re megvert bennünket. Nagy József ennek veszélyre felhívta a miénk figyelmét. Az első szett álomszerűen alakult hazai szempontból, mert 4 majd 6 ponttal is vezettünk. Ekkor Nagy József lehozta Argilagoszt és Sidiropulost, amit azonnal megéreztünk. Visszacsere után helyreállt a rend, és 20 percnyi játékot követően 25-20-szal zártuk a negyedet. A második szedben végigvezetve nyert a KRT, és így a harmadik szedben a már megroppant Debrecen nem tudott különösebb ellenállást kifejteni. Összetételben, teljesítményben elmaradtunk attól a helyzet állapottól, ha úgy tetszik, amiben végigjátszottuk a bajnokságot. Hát konkrétabban ugye két játékosunk most kivált a csapatból, mert megműtötték őket, és valószínűleg az egyikre biztos, de lehet, hogy a másikra se számíthatunk már ebbe a szezonba. A Kecskemét egyébként most egy jó napot fogott ki, de én azt is megelőlegezem nekik, hogy ennyit tudnak, vagy legalább ennyit tudnak, mert ütésben kemények voltak, nyitásaik jók voltak, erősek, pontosak, mezőnyben is gyorsak voltak, befutották a pályát, szóval most én magam dicsérhetem az ellenfelünket, megérdemelten győztek. Mi most alul maradtunk, küzdöttünk, de ebbe az összetételben még most játszottunk először, így, kényszerből, és bízom benne, hogy nem kell majd sorozatban ilyen összetételben játszanunk. Reméljük, hogy azért Debrecenben egy kicsivel szorosabbá tudjuk majd tenni az összecsapást. Majdnem úgy éreztem, hogy lefutott a párharc. Hát lehet. Nem, most nem merném azt mondani, hogy ez nem igaz, nem lenne igaz, de azért még megpróbálunk Debrecenbe egy kicsit magasabb fokra kapcsolni, azért nekik is csak akkor utazni kell egy pár száz kilométert. Sok tényező van ilyenkor, mikor egy hazai csapat fogad egy ellenfelet, azok a tényezők összeadódhatnak, és egy egészen más kép is kialakulhat, de a Kecskemét az esélyesebb. Ezt az összecsapás előtt is tudtuk, az egész bajnokság alatt tudtuk, hogy a Kecskemét az velünk szemben mindig esélyes, vagy sokkal esélyesebb. Amikor itt megvertük őket 3-2-re, akkor mi mindent kiadtunk, amit tudtunk, ők meg talán nem játszottak. Ha úgy nagyon jól, mondhatnám azt, hogy annyira jól nem játszottak, mint most, gondolom. Én így láttam. Én is sokkal szorosabb mérkőzésre számítottam, mert amit produkáltak a Debrecenek a kis text ellen az előző mérkőzésken, az nem ez a szint. De az első hazai mérkőzést azt megnyertük. Lehetett adni több fiatal játékosnak is lehetőséget, akik éltek vele, sőt, ha megnézzük, a kis Bendegúzt egész ügyesen élt vele, harmadik szedbe kezdett is. Amikor bennünket megvertek 3-2-re, az is egy másfajta szint volt. Így van, arra számítottam én is, hogy így fognak nekiállni, de valószínűleg a kubai center játékosok az már többet nem lesz ebben az idényben, és egy ember nem tud megverni minket, úgy néz ki. Ma számítottam, hogy játszani fogok, a Debrecen egy elég jó ellenfél volt. Igaz, ma nem találták nagyon a közös hangot, de én ma oda akartam tenni magamat. És amúgy ez is egy nagy álom volt, hogy én most interjút adjak, tehát két pipa meg, hogy itt játszok. Jó volt, én köszönöm a bizalmat a edzőimnek. Társait kiszolgáltak, szinte felkínálták a labdát. Hát igen, a Dima az nem rosszodó. Igen, elég jó volt. Magadról, pályafutásodról mit lehet tudni? Itt kezdtem Kecskeméten, az Aranyba, a Szabó Pista válkezei alatt, meg a Nagy Péter válkezei alatt. És most a
Kaszab Tamásnál végzem a munkámat. Ennyi, 4 éve röplabdázok. Eddig center voltam, most ez egy új poszt, amit itt próbálgatunk. Ez a nyitásfogadó négyesítő, de edzéseken általában átlózok is. Hol érzed magad jól? Melyik poszton? Hát ahova betesznek is játszhatok. Ott érzem a legjobban. Az 5. helyet zajló csatában, amely az egyik fél 3 győzelméig tart, 1-0-ra vezet a KRC. A második mérkőzésen Deac KRC 3-1 volt a végeremény, így most 1-1 az állás. Férfi kézilabda csapatunk Egerben vendégszerepelt. Eger, KTL Piroska, 32-25 volt a végeremény. Adásunk végén hallgassák meg a sport ajánlatunkat. Kedden Deac Dunaaszfalt DTKH férfi kosárlabda mérkőzés lesz. A KRC férfi röplabdásai szintén kedden játszanak a Deaccal a Messzi István sportcsarnokban 19 órai kezdéssel. Szombaton Dabas KTL Piroska férfi kézilabda mérkőzés és Kaposvár Dunaaszfalt DTKH férfi kosárlabda mérkőzés lesz. Vasárnap a Messzi István sportcsarnokban rendezik meg a Final Four-t, a Magyar Kupában a futszálosok Magyar Kupa 4-es döntőjét. A helyszín tehát a Messzi István sportcsarnok. És vasárnap játszik a KTL Huba labdarúgó csapata, amikor is a Tisza Kécske lesz a miénk ellenfele a Széktói stadionban. Jöjjenek ki, szurkoljunk együtt, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.